Most puszit köszönöm. Nem adunk. Köszönöm szépen, további jó munkát. Köszönöm. Ajándékkal lepték meg a rendőrök a kecskeméti hölgyeket. A Bács-Kiskun megyei rendőrfőkapitányság közlekedés rendészeti osztályának nőnapi közlekedési akcióján a szabályosan közlekedő hölgyek virágot kaptak az igazoltatást végző rendőröktől. Az ellenőrzött jármű vezetőknél, amennyiben minden rendben van, akkor egy kis virágot adunk át a hölgyeknek. Illetve ha nincs minden rendben, akkor nyilván figyelmeztetést igyekszünk alkalmazni. Természetesen a kiemelkedő szabálysértések mellett most sem tudunk elmenni. Farkas Attila arra is felhívta a figyelmet, hogy a tavaszias időben mire figyeljenek az autósok, hiszen mindenkinek az a célja, hogy kevesebb baleset történjen. A rendőrség, különösen mi a közlekedés rendészeti osztályon azért dolgozunk, hogy minél kevesebb baleset legyen. Nehéz úgy, hogyha mindig csak a rosszat látják az emberek, akkor valamiféle ellenségkép alakul ki. Most ezen szeretnénk változtatni. Voltak már ilyen akcióink, ugye, amikor próbáltunk inkább egy kicsit pozitív módon hozzászólni az emberekhez, hogy érezzék azt, hogy valójában értük vagyunk, értük dolgozunk. A fokozott ellenőrzés során a legtöbbeknél mindent rendben találtak, szerencsére a szabálysértések száma elenyésző volt, ahol pedig kisebb hiányosság volt, ott a rendőrök figyelmeztették a sofőröket, volt, aki balesetmegelőzési tanácsot is kapott.